Nagy tisztelet és nagy szeretet mindenkinek. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagypál Szabolcs vagyok. Én pedig Szőnyi László Gyula. Saroküzlet. Ernst Lubitsch 1940. Lehetünk-e szerelmesek valakibe, akivel sohasem találkoztunk, és mi történik, ha ez a valaki a legnagyobb ellenségünk? Bolti alkalmazottak, mindennapi bosszantó évődése és névtelen szerelmi levelezgetése házasságban összeér. Minden kapcsolat első 6 hónapja, a másik egyszerre idegesítő izgalom és lángra lobbantó szerelmi eszmény. Miért erről a filmről beszélgetünk most, Szabolcs? Mert itt a karácsony. Ne? De akkor miért nem mostani filmekről beszélünk? Olyan jó című és annyira tartalmas karácsonyi filmeket tudnék csak a elmúlt 2-3 esztendőből felsorolni. Azért, mert ez az Amerikai Filmintézet 28. legnagyobb film szenvedélye, a legjobb 100 film egyike, az 500 legviccesebb amerikai film közé tartozik, a 100 legnagyobb szerelmi történetbe is belefér, 100%-ot kapott a Rotten Tomatoes, a 202. legjobb film a Brit Filmintézet szerint, az 58. legjobb amerikai film a britek szerint, és a rendező szerint is az ő legjobb filmje. Aha, meg azért, mert az élet csodaszépről már beszélgettünk, viszont arra kérlek, Szabolcs, hogy jövőre legyen mondjuk a reszkesetek betörők, esetleg a Die Hard, nem, vagy... a legénylakás. Jó, vagy az ollókezű Edward. Jó. Na, hány filmről is beszélgetünk most? Jó kérdés. Ugye elsősorban egy magyar drámáról beszélgetünk, nem? Nem viccelj. Nikolaus, László. Igen, László Miklós. Illatszertár című 1935-es darabjáról ma is játsszák a színházak. Ja. Nézzétek. Táliában így is van. Ember Márk, Vörös Mart is az egyik főszereplő. És akkor ennek a darabnak készült rengeteg feldolgozása és átdolgozása, ugye? Te az indiai újrafeldolgozásokat emelnéd azokat, ki, vagy egyébként van egy 1987-es magyar tévéjáték Hajdúfi Miklóssal. A Jó kis nyarak 1949-ben Törzs Iván forgatókönyvéből készült, Judy Garlanddal musical, és Szőke Szakáll is játszik. Jaj, de jó az, igen. Vagy Tom Hanks-el és Meg Ryan-nel a Szerelem hálójában. Nora Ephronnak az 1998-as filmje. Ugye, tehát ez az alaphelyzet itt az eredetiben, hogy ilyen leveleket küldenek egymással jeligére, postaládába, és ilyen lassan hömpölyög a történet. 6 hónap kell hozzá, míg jönnek-mennek azok a levelek. Ebben a 98-as újrafeldolgozásban ott már a technikával haladva azonnali üzenetekről van szó. Össze vagyunk zárva egy boltba, lehetnénk egy 6-os fogadba is összezárva. Igen, de itt most 8-an vagyunk összezárva a boltba. Aha, és mi már voltunk bezárva boltba, igaz, hogy akkor csak 2 eladó volt, igen, de hogy itt van egy nyüzsgés, meg az ürességnek a váltakozása. A shopstopra utal. Így van, így van. De most hát nagyon kemény bírálatokat olvashatunk a filmről, például, hogy fekete-fehér, van, aki azt írja, hogy butus, más valaki meg, hogy enervált melodráma. Jó, de akkor most még egyszer felolvasom, hogy milyen díjakat kap. Jó. Viszont mások meg azt mondják, hogy nem lehet nem szeretni. Nagyszerű, bájos kis történet, kedves darab, egységesen lenyűgöző, romantikus, szellemes. Mindenkinek igaza van, és akkor itt most be is fejezhetjük a műsort. Így van, és hát ez egy nagy karácsonyi, egyébként tényleg ez a probléma a karácsonyi filmekkel, hogy leül az egész család, és miatt kéne nézni, ami a nagymamának is tetszik, meg a 6 éves kölöknek is, és ez pont ilyen alkotás. Még ma is. Nagyon jó az alaptörténet, hogy... Egy Lubitsch országban játszódik, nem? Az így van, tehát akkor nem Berlinben, nem Budapesten, nem az Amerikai Egyesült Államokban? Egy magyar embernek nagyon szaporán kezd verni a szíve, amikor elkezdődik a film. Tényleg magyar feliratokkal. Magyar feliratokkal. Zárójelesen viszont Nagyon érdekes, és ezen gondolkoztam, hogy miért, de hogy a nevek... szlovák nevek. Igen, én tehát is tótosította, igen, vagy szlovákosította az összes nevet. Králik, meg Novák, Matusek. És gyakorlatilag van egy délszláv, a Pirovics, magyar név az gyakorlatilag teljes egészében csak a főgonosz, és van még egy magyar, a Katona Pepi. És akin még elgondolkoztam, hogy a Hammerschmidt lenne ugye a boltos, tehát német neveket egyáltalán nem találunk, már pedig azért a szubkultúrából azért így levezethető lett volna, hogy egy-két Kohn vagy Grün név megjelenik, vagy korabeli Budapestről, de nekem van ötletem, hogy miért nem. Az, hogy miért szlovák? Azt nem teljesen értem. Lehetséges, hogy nagyon sok szláv élt Amerikában, és egyik gesztust megtettük. Jó, de Budapesten is, tehát ez a szlovákságnak ez egyik nemzeti ébredési. Na jó, de az, hogy nincs központ. Ennyire kevés a magyar név, és egyáltalán nincs német név. A német névre van egy válaszom, 1940, tehát Németország ellenség. És igen, majd... A filmidő az meg 39 Budapest, és biztos, hogy nem ott játszódik, hiszen akkor már lengyel menekültek érkeznek Budapestre, tehát, és hát közel van a háború, nem ilyen lett volna a hangulat Budapesten. Többször utalnak erre, hogy a nagy gazdasági válság után vagyunk. De én még az előzőt kavarnám tovább, tehát Budapest, minden felirat magyar, egyetlen egy angol felirat van, a nagyon fontos szerepet játszó zenedoboznak az angol felirata. Ugyanakkor Berlint is ide kapcsolnám, a rendező az német zsidó, édesapja Simon Berlinben egy ilyen szatócsboltot vezetett, és biztos, hogy a rendező ezeket az emlékeket is behozza. És akkor szerintem itt most szeretnél beszélni a Lubitsch patchról. A Lubitsch érintés. Ez azért egy legendás rendező, őt tartják a koriban, tehát mondjuk a világháború előtt, második világháború előtt az ilyen legkifinomultabb, legszofisztikáltabb hollywoodi rendezőnek, és ennek van külön neve, ez a Lubitsch érintés, tehát ő egy olyan pluszt ad hozzá, ami ilyen varázslatban repíti a filmeket. Nagyon izgalmas az ő életrajza, hogy Németországban is alkot, meg az Egyesült Államokban is, néma filmeket is, meg hangos filmeket is, ami nála egy visszatérő téma a társadalmi felemelkedés, és az itt is van, meg a szerelmi háromszög, ami úgy szintén. És amit még említsünk meg nála, hogy ez a tervezés, ez nála indul a legmagasabb szinten, amit majd aztán Hitchcock fog átvenni, és szerintem Hitchcockról még fogunk említést tenni. Azért egy kicsit iróniával jut eszembe, hogy James Stewart az egyik főszereplő ekkor már multimilliómos, és Margaret Sullavan nem csak ekkor multimilliómos, hanem ő eleve egy milliárdos családba születik, tehát végül is ezeket a szimpla bolti eladókat két hipergazdag ember játsza. Apropó James Stewart, mennyire szeretjük őt, mert hogy egyszerre valami nagyon-nagyon karizmátlan, szürke, jellegtelen. Igen, a korabeli átlag amerikai figurát hozza, viszont szenzációsan nagy filmekben tűnik fel. Nem is tudom, becsületből elégtelen, vagy az élet csodaszép. Igen, az talán kritika lehet, hogy mindegyikben ugyanazt a szereplőt játszanak. Hátsó ablak, szédülés. Valahádnál is tisztább lelkületi, egyenes fiatalember. Nagyon izgalmas, hogy 36-ban már ott van egy filmben, és aztán még 86-ban is az Észak és Délben, ami nem annyira rossz alkotás. Nem csak a háború árnyékolja be, de ez főként nekünk, a utólagos nézőknek, pláne, hogy van zsidó szál is benne, főként inkább a nagy gazdasági világválság, ami 29-től 33-ig tartott, ez vetül rá erre a történetre, amelynek a főszereplői a munkanélküliségtől rettegnek. Igen, és akkor ez miképpen jelenik meg? Egyrészt, amikor elveszíti főhősünk az állását, akkor azért mindenki nagyon-nagyon megsajnálja. Tudják, hogy azért ilyen időkben ezt azért még az ellenségünknek sem kívánjuk. És az ellentéténél is, amikor visszavezik az állásába, sőt előlépteti, és boltvezető lesz, akkor jön meg a végső mersze arra, hogy megkérje a kezét a szerelmének. De azt föltűnik a gyerek munka is, vagy éppen a szegénységre való kontrasztként ez a piperkőc, aki gyémángyűrűt mutogat. És olyan, mintha a világválság ekkor érne véget, el is hangzik a filmbe, hogy 1928 óta ez a nap volt a legsikeresebb nap. Tehát így mintegy kimarad egy, nem tudom, 5-6-7 év a főszereplők életébe, és jönnek ki a világválságból. Ez az egyik allegória, ami végighúzódik a filmben. Ez a felülkerekedés túlélés. De mindjárt lesz még egy. Vagy még egy. Mennyire Molière ez a darab? Ugye nem annyira a korabeli társadalom visszásságait teszi nevetségessé, nem? Illetve nem is tudom, mennyire tesz nevetségessé. A szituáción tudunk esetleg így mosolyogni. Egy nagyon nevetséges alak van, és az a hősszerelmes bonviván vadas. De ő se feltétlenül nevetséges. Egyszer teszik nevetségessé. Jó, akkor róla is beszéljünk. Miről szól ez a darab? Egyrészt ma említettük a szerelmi háromszöget, vagy illetve ilyen csomópontok szerint lehetne nézni, legalább 4 csomópontot. Egyrészt van a főnök és a beosztottak viszonya, és ugye kiderül, hogy ez a főnök most nincs jó állapotban. Még azzal módosítanám, hogy ez egy piramis, tehát a főnökök és a beosztottak rétegeinek a viszonya. Ez tök jó. Hogy milyen szint különbségek vannak. Bár abban igazad van, hogy van egy központi, én jó zsarnoknak nevezném az államelméleti hagyományból, a boltvezető, Matusek, aki alapvetően egy jóindulatú ember, de van egy családi problémája a háttérben, és ez rávetül a hangulatra a boltban. Viszonylagosan gyorsan kiderül, ez a háttér utalások is vannak. Zárójel szerintem a főnök egy picit szebben ki van dolgozva az eredeti darabban. Tehát zsörtölődő, gyanakvó, agresszív főnök vádolja alkalmazottjait. Ugyanakkor milyen érdekes, hogy kiderül, hogy a féltékenysége az jogos, csak rossz irányba. Én azért azt mondanám, hogy most ilyen a viselkedése, most James-es, de alapvetően egy jó ember lehet. Ugye a főhősünk már hosszú-hosszú évek óta nála dolgozik, ő a legrégebbi alkalmazottja, Králik Alfred, tehát akkor voltak éppen jól kijönnek, de most egy nehéz korszakát éli a főnök. Na, és akkor itt van egy tanulság. Ha a főnököd megaláz, lehet, hogy a felesége mással töltötte az estét, és ezért teszi. Ha a főnököd haragszik rád, nem biztos, hogy a munkád miatt, hanem talán mert azt gondolja, hogy te boldogítod a feleségét. Ha a főnököd megaláz, neked is beosztotta, te is megalázhatod tovább. Na, és akkor jó, oké, folytassuk innen. A beosztottak magánélete, és hát ez milyen ez a magánélet, majd aztán a beosztottak munkahelyi viszonya. Ja, olyan jó. De ki gondolná, nem? Főleg egy 1940-es filmről, hogy munkai viszonyokat ábrázoló film. Azért később születnek ilyen filmek, meg hát az Office sorozat, meg franchise, az kifejezetten az ilyen hivatali viszonyokat ábrázolja, de valóban itt egy ilyen kis mikroklímában, hát különböző társadalmi osztályok is, meg hát ezek a munkaviszonyok adják az egésznek a feszültségét, persze azért színesíti a szerelmi szál. És nyilván a bolt az akkor lehetővé teszi, össze vagyunk zárva, akkor ezek így összeverődhetnek, összeszövődhetnek ezek a különféle karakterek és sorsok, és akkor mindegyik vonatkozásában másról szól ez a film. Nem tudom, melyikkel folytassuk esetleg. A párocskának a története, ugye a munkahelyükön civakodnak, egymásnak felrólják a hibáikat, mármint a másik hibáit, gyengeségeit. Ez nekem egy kritikám a filmben. Az ilyen kapcsolatokat eleve ezért. Azonnal ki kell lépni ebből. De nem, lehet, hogy ez egy kedves ugratás is lehetne, nem? Pont erre akarok célozni, hogy én azt gyanítom, hogy a magyar színpadi darabban jobban kijön ez az ugratás. Valahogy a filmben ez elsikad, és nem olyan kemények. De nem tudom, tényleg olykor azért ez már bántó. Jó, de akkor nem szellemes. Én nem éreztem azt, hogy ők olyan nagyon jól szórakoznának, és olyan különösen vitriolos lenne ez a párbeszéd. Egyébként a magyar darabban, mármint, hogy attól függ melyik, a 87-es feldolgozásában Bodrogia a főnök, és a Kern András és a Papvera között zajlik ez a csatázás, de hogy az kiderül róluk, hogy ők önbizalomhiányos, magányos lelkek, akik aztán véletlenül, vagy nem véletlenül egymásra találnak. Igen, de azért nem tudnak egymásba szeretni a boltban, mert ők már el vannak kötelezve. Kinek mondjuk... vannak elkötelezve? Két nem létező embernek, ugye, tehát létező, ma virtuálisnak hívnánk, tehát levelező partnernek, és ezért ők tulajdonképpen úgy tekintik magukat, hogy az megcsalás lenne, hogyha a boltban egymás felé közelednének. Ez úgy összerakva, és akkor ez a téves személyazonosság adja a humornak, bár ez nem ilyen kacagtató humor, hanem ilyen hümmögtető humor. De akkor viszont nekem nem Molière, hanem Shakespeare jutott eszembe, tehát ez egy tévedések vígjátéka kifejezetten. És akkor milyen vicces tényleg, hogy téged a szerelmemhez mérlek. A valóságosat a levelek kifinomult ábránt figurájával hasonlítom össze. És akkor ez tényleg így belegondolva, ez mókás, és akár ilyen filozófiai is. Ó, igen, mindjárt mondom, hogy miről szól ez a film, de előtte még, hogy hányszor jártunk mi magunk is így, hogy a Mézga családban, hogy hívták a Hufnagel. Hufnagel Pisti, igen, tehát hogy így az előző partner, vagy akár soha össze nem jött partner, ez mennyivel jobb volt, mint mi. Jobb volt a humorra, mi jobban ki volt gyúrva, intelligensebb is volt. És akkor itt van egy műfaj, ami ezt elővetítheti. És akkor kérdezem, hogy Szabi, neked voltak-e nagy levelezéseid? Levelező partnereid? Voltak, igen, azon gondolkodtam, hogy amire utaltam az elején is, hogy persze én abból a világból jövök, ugye a 25 évesen nyitottam az első világhálós elérésemet, tehát hogy előtten voltak nagy levelezéseim, igen, azóta is vannak nagy levelezéseim, de nem papír alapon, és emiatt egy ilyen rögtönítélő jellege van, tehát hogy miért nem válaszol, már 20 perce írtam, miért nem csatlakozik föl. Ez az egész más, mint napokat, heteket várni egy levélre. Nem tudom, hogy ez a film alkalmas-e nagy számvetésekre, de én elárulom, hogy nem tudom, tudtad-e, de hogy esetleg valami féltékenységet éreztél irányomban, tehát az egyik rokonoddal én több levelet is váltottam. Ez igaz? Többet, mint te. Igazából arra is emlékszem, amikor egy levélben jelezte, hogy ne levelezzünk többet. Na de hogy szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog. Ha nem, találkozzatok. Nem, hagyjuk ezt így abban. De hogy itt őrzöd ezt a levelet, Gyula? Valahol megvan, de ezek a tudatállapotok, írás állapotok, tehát ez a levelezés, ez ma már valószínűleg nincsen. Hazaérek, lefürdöm, vacsorázom, csak hogy ne legyek éhes, kinyitok egy palack finom vörösbort, előveszem a papírt, a tollat, és nekiülök, és írok. Így van, akkor el is mondom, hogy a csetelés és a levelezés között mi a különbség. Tehát a csetelésben ilyen szófordulatok vannak. Hello, csá, hogy vagy, hogy telt a napot, stb. A levelezés az nem ilyen, a levelezés az egy irodalmi műfaj, fölkötöd a gatyádat, és hát egy csodálatos eszményképet társz a nő elé. Egyébként mi volt a véleményed a filmben fölhangzó levélrészletekről? Nyilván az ember jobbnak akar tűnni önmagánál, és itt több utalás is van, hogy itt két félművelt ember nagyon műveltnek akar tűnni. Amikor ott villog Anna Kareninával, meg Dosztojevszkijjel. Ön olvasta a Bűn és bűnhődést? Nem, én olvastam, hát milyen gyerekes hát aztán már. Aztán élőben is találkoznak, az egyébként az amerikai film egyik nagy jelenete, és ott ugye a Bovarynét emlegeti Emil Zolától, és rögtön ki is javítjatás, hogy nem Zola írta. De ő is olvasta. Azért az egy kulcsjelenet nekünk, ugye művelteknek, szemben a félműveltekkel, mert hogy a Bovaryné is egy ilyen világban él, ami teljes egészében eszmei, és amely hát erős feszültségben áll a valósággal. Na! Ocsi Csornoje. Szabolcs, nem volt neked feltűnő? Ocsi Csornya, Anna Karenina, Bűn és bűnhődés, 1940-ben. Mi ez a rengeteg orosz utalás? Jó, de azt azért hadd áruljam el, hogy Simon Lubitsch fehér orosz származású volt. De akkor is, nekem ez... Az édesapa. Ez nagyon sok, és nekem valami... Azon gondolkozom, hogy ez a sok orosz utalás, ez az amerikaiaknak szól, vagy az oroszoknak? Az amerikai közvélemény szimpátiáját erősítené Stalin Szovjetuniója felé. Ugye tudjuk, hogy ebben a pillanatban a Szovjetunió a náci Németország szövetségese, de ők már tudják, hogy nem sokára szövetségesek lesznek. Tehát mint ilyen finom hangolás lenne az utalásokon keresztül is. Vagy én magyarázok bele valamit. Te nem történelemtanár vagy, Gyula? Ja, de, tényleg. Egyébként, mert hogy, amit behoztál, Ocsi Csornoje, Fekete szemek, az egy olyan dal, ami akkor hangzik el, amikor fölnyitják a zenedobozt a filmben. Ez egy orosz népdal, igazad van, de alapvetően azért a magyar cigány kultúrát jelenti szerintem ebben a filmben, az amerikai nézők számára. Nem tudom, hogy mennyire tudták a korabeli nézők, hogy ez egy orosz románc, és nem egy magyar cigány darab. Ami egyébként ez egy ukrán költő, meg egy német, Florian German, vagy Florian Herman írta. A zenés dobozról akarunk egy picit beszélni, hogy most... Figyelj, az Illatszertárban is zenés doboz van? Nem, egyébként... Valami más van, tehát én is ezt gyanítottam, hogy... Most ezen gondolkodom, ott föl se tűn nekem ez a doboz. Szerintem igen, lehet, hogy nincs is. Ezt ők rakták bele. Ocsi Csornoje plusz... pláne nincsen, és meg Anna Karenina sincsen az eredetiben. De hogy ez a zenés doboz, tehát hogy most cigarettának vagy cukorkának, hogy most meghozza a kedvünket, vagy elvigye, ez is egy komoly kérdés lehetne. De akkor mondjuk azt, hogy a forgatókönyvíró is félművelt, és belerak ilyen plusz utalásokat az orosz kultúrára? Szerintem itt már a politika is közbeszólt. Egyébként a művelt emberfőnek, aki én vagyok, még az utcák hallatán is megdobban a kicsi szíve. Hát nem tudom, hogy tudod-e, hogy melyik a Révai utca. Tudod, melyik az? Nem. És na, mert budai vagy, bezzegél most pesti még egy na pár mondd, napig. A filmben én nem emlékszem Révai utca, az Andrássy út elhangzik. Igen, de a Révai utca az egyel párhuzamos az Andrássyval, fut bele az operába, és ott van most a Centrál Színház, az akkori Pesti Színház, és ott dolgozott László Miklós. Ez tetszik nekem, én más mondok, a filmben elhangzik a Tárnok utca, Balta közsarka. De azt szerintem nem a budai, hanem a pesti. De tudod, hogy... Ki lakik a Tárnok utca, Balta közsarkán? De Tárnok is volt, nem csak Balta. A Balta utca nekem is feltűnt. Igen. Tudom, hogy a Budai Várban is van egy ilyen, csak van nem egy, és ott van is egy bolt. És ott... Ez az én szülőházam. Jó, de hát nyilván utána nézett a Ernst Lubitsch, hogy hol fog születni egyszer, 34 évvel később. Őrület. Egyébként tehát ilyen módon egyáltalán nem stimmelt, tehát ez a Budai Várban van ez a sarok, maga a film nem is úgy néz ki, és nem is az ábrázol, tehát ez egy ilyen Andrássy úti hangulat, ilyen menő bolt. Azt is néztem, hogy milyen szépen fölépítették, nem? Egyáltalán nem hasonlít a valódi Budapestre, de nagyon jó kis Lubitsch-földi meg az összes felirat jól, helyes magyarsága volt odaírva. Na kérdezek tőled is, meg a hallgatókhoz is. Darcy és Elizabeth Bennet, Pride és a büszkeség és balítélet. Igen. Akkor következő az Ez történt egy éjszakában című film, vagy Han Solo és Leila hercegnő. R2D2 és 3PO. Mi a közös ezekben? A viszonyaikat, ha megnézzük, akkor itt próbálok neked segíteni. Más társadalmi osztályba tartoznak? Nem, hanem hogy úgy indul az ő románcuk, félreértéssel? Hogy nem kedvelik annyira egymást, és ebből szövődik miket mutogattál itt, Gyula. Ez már maradjon a mindennek titka. A másik dolog, amit nem szeretnék elfelejteni, az, hogy van az a szituáció, ugye Hitchcock lesz a nagymester ennek a suspense-nek. Izgatott várakozás, visszatartott feszültség. Magyarul, hogy a néző tud már valamit, esetleg nyilván a tettes is tud valamit, de az áldozat még nem. Nekem az volt furcsa ebben a filmben, hogy féloldalas volt ez a visszatartott feszültség, mert az egyik szereplő már tudta, hogy a nő az, tehát hogy a bolti eladótársa, a levelezőtársa is, a nő pedig egyáltalán nem tudta, és ebből adódott a humortartalom. És akkor annyira nem is tiszteljük ezt a csávót, tehát, hogy gyakorlatilag ő neki egy iszonyatos nagy helyzeti előnye van a nővel szemben, mert ő valamiért ezt megtudta. Most ezen gondolkodom, hogy miért is tudja meg ő hamarabb, mert a nő hamarabb odaért a helyre, és igen, akkor ott van ez a Pirovics, aki fölvilágosítja. Igen. Virágról ismerik föl magukat, és aki előbb odaér, hát az előbb tárja ki magát. Igen, de szóval a tudás alapján nem feltétlen ferez, tehát ő neki van a tudása, az információ miatt egy iszonyatos nagy helyzeti előnye a lánnyal szemben, de a lány nem adja magát. Ez egy feminista darab is lehetné, ez már egy új típusú nő, nem? aki milyen ravaszan, ügyesen, élelmesen kerül be a boltba, egyébként a magyar változatban ez nem hangsúlyos, vagy meg se jelenik, és állja a sarat, talán a nő egy nagyobb utat jár be, mint a főhősünk. Van egy angol szó, amit nagyon szeretek, serendipity, le is fordítottam, oroszlánosság. Egy posztomban el is magyarázom, hogy miért így fordítom. Ez a váratlan helyen rátalálás, ezt jelenti. És itt a szerelmet találják meg egy ilyen serendipity módon, egészen váratlan helyen, tehát az az ember, aki mellettem dolgozik, az ugyanaz a gazdag lelki világú alak. És akkor elmondom a tételmondatomat a filmről, ja, amit már az elején is bearangoztam egyébként. Tehát, hogy ez voltaképpen minden szerelemről szól, minden szerelem első 6 hónapjáról, a filmben ugye júniustól jutunk el karácsonyig, vagyis arról az időszakról, amikor egyszerre idegesít a másik ember, tehát ilyen fura, idegen, és sokszor hát ilyen veszekedésekbe bontjátok föl ezt az idegességet, ugyanakkor pedig hát egy rendkívül vonzó ilyen eszme, eszmény. És az a nagy kérdése minden szerelemnek, hogy sikerül-e ezt a 2 szálat összeilleszteni, vagy pedig 6 hónap után azt mondod, hogy azt hittem, hogy ilyen jó fel vagy, meg olyan okos, meg ekkora nagy szent, meg ilyen hatalmas nagy hős, de nem vagy az, vagy pedig ilyen húsvéremberré összegyurmázódik-e. És ez a film ez ennek az karácsonyi öröméről szól, amikor ez a lélek és a test találkozik, és megszületik a szerelem kisdede. Hát ha már itt a karácsonyt behoztad, egyszerre szól ez a film a megbocsátásról, az elnézéskérésről, az egymásra találásról, a hazatalálásról, de a bölcsességről is, amilyen szimpátia alakul ki bennünk is, megértés a szereplők és az ő hiányosságaik iránt, de szerintem a filmnek van egy teológiai szintje is. A gondviselés. Is, meg hogy várok valakit, aki ott van. Jaj, de jó. Aztán elhangzik az egyik változatban, ha egyszer már ott van, akkor nem kell még egyszer menni, akkor már ott van. Kicsit olyan Lázár Ervines is egyben. Simone Weil írja, hogy tanuljunk meg vágyakozni azután, ami a miénk. Ó, és akkor előjön Mustó Péter is, meg akár Jálics Ferencnek van egy nagyon szép szövege az imáról, hogy van a gyermeki ima, a kamasznak az imája, a felnőttnek az imája, stb. Stb. És ez a folytonos perlekedés is eszembe jutott erről. Én egyébként elvárom a társamtól azt, hogy elő tudja ezt hívni, ne csak azt, hogy én vagyok az ilyen meg olyan idegesítő Szabi, hanem hogy egyszerre én vagyok az az ilyen meg olyan csodálatos ember, amit ő meglátott bennem, és lehet, hogy csak ő látott meg bennem, és az jelen is van, meg esetleg mások emberek szemével is tudjon nézni engem, hogy azok ezért meg azért tisztelnek engem, és ne legyen mindig beragadva a mindennapi rögvalóságba. Ha egyszer lenne egy olyan filmklubunk, ahol pszichológus jelentős filmekről beszélgetni. És miért ne lehetne? Lehetne, akkor ez a film például a projekcióra egy példa, hogy ugye a saját elfogadhatatlan tudattartalmainkat megpróbáljuk átruházni valaki másra. Hát itt a főnök esetében, ahogyan ezt a frusztrációt kivetíti másokra, és akkor nyilván eszembe jut egy csomó minden, legyen ez akár mondjuk a politika. A másik dolog, amire rádöbbentem, a magam baráti körében, meg rokonságában, meg a barátaim baráti körében, hogy a traumáink, hogy ezek a traumák, ezek segíthetnek nekünk érző emberré válnunk. És nekem erről is szól ez a film. A sérülés a hely, ahol beömlik a fény. A te szemedet, azt a feketét nem feledem el, nem feledem én, csóktól lázasan, izzófényesen, szívbe mélyeztőn, életveszélyesen. A végén tényleg hazamegy Matusek? Mert a magyar változatban hazamegy. Hát igen, ebben a változatban meg elmegy vacsorázni a társadalmi ranglétre legalján álló gyermekmunkás fiatalemberrel. Érdekes ez. 1001 imám sem volna elég lángoló szívemnek, hogyha kezdetem, végzetem, mérgem és gyógyszerem, szemedből ömlő éjsötét szerelem. A Saroküzlet című Ernst Lubitsch filmről beszélgettünk, 1940. Ez volt a Tekercs és Tekintet. Én Nagypál Szabolcs vagyok. Én pedig Szőnyi László Gyula.